Na szavaztok, srácok, a FIFA 20-as coinér irány a fifacoin.com. A rekálkuponkod ugyanúgy működik, és ha nem tudnád, mit kell csinálni, akkor a How to Buy menüpontot ajánlom figyelmesen, tanulmányozhatok át. És egy nap max 10-15 ezer zsetont tegyetek át a biztonság kedvéért. Leggyorsabb draft, oké? Okay? Hello YouTube, amúgy a leggyorsabb draft challenge fog következni, kérem szépen itt a Facebookon egy fantasztikus OTV Pack Opening stream alatt, mert várunk a 7 órára, mert akkor lehet, hogy basszobb dolgok fognak érkezni. Úgyhogy hello YouTube. Na nézzük! Hát itt mindenképpen olyan felállás kell, amiben a futás az eléggé be fog jönni, úgyhogy Atta King csak és kizárólag a pace számít, hogyha esetleg ugyanolyan pace-eket látunk, akkor természetesen azt a kártyát kell választani, amelyiket szimpatikusabb. Hát a 96 pace nyer a Pelénél, úgy gondolom, úgyhogy megérkezik a csávó. Nézzük a támadónkat, Aubameyangot szeretnék. Mertens kell, hogy legyen a választásunk, ugyanis itt a Mertens a leggyorsabb, talán őt is választottuk volna. A left wing az nem lesz más, mint egy Mané, egy Sadio Mané. Hát vagy őt, vagy a Neymart pikkeltem volna. Mangó, fejezd be, légy szíves. RV pozíció, Gareth Bale, Salah Sterling a kettő lehetőség. Én megmondom őszintén, és kacok, nekem a Salah kártyája egyelőre annyira nem jött még be. Viszont pikkeljük ki most, mint leggyorsabb. Hello Ricsko, mi a helyzet? Minden rendben van, persze. A középpályásunk az egy Youngtó lesz a 77-es futásával sajnos. Ez videóban jó lesz, hogy a Mangó ordítam úgy, mint az állat. A következő kártya sajnos nem lehet a James Milner, hanem a Los Elsónak kell, hogy legyen. A maga 77-es futásával. Hát jó van, viszont ide kéne egy Arnold akkor. Úgy kéne, hogy egy Arnold legyen. De a João Cancelo sem rossz a maga 90-es futójával. Nagyon jó, anya nem rossz egyelőre. Left back, Robertson esetleg, Jordi Alba, ott a Robertson, de a Jordi Albát kell pikkelnünk. Ugyebár. A középpályán nem lesz más, mint egy Manolas, egy jó kis Kostas Manolas. A másik belső védünk pedig a Ramos, és nem lehet a Ronald Koeman. Pedig ezt a kártyát ezt most látom először. Azt a leborult szivar végét, hát ennek a kártyának konkrétan nincsen rossz csatja, csak a futás, ami a legfontosabb, tehát szart nem ér. Köszi szépen. Ramos, ugye? A 72-es pésszel így van, megcseréljük itt a két kártyát, és hatalmas spanyol linkek vannak. Itt a speedet fogom nézni, és kacokon van ugye a kapusoknak egy olyan, hogy speed. A jobb középső 50-57, ez pedig nem más, mint a Joris. Oké. Okay. Hát így néz ki a kezdő, ez eléggé gyenge. Két pizza, Ticsko, azt a helyes lesz, bazeg. Van baja a teamnek, nézzük tovább. Ugyanúgy a pace számít, Marcelo, hát most nyilván a Handa ebben az esetben nem játszik. Ez egy Eden, vagy Eden Hazard lesz a 91-es pace-ével, egyértelműen. Talán még jól is járok vele, hogyha ide berakom. Ide, hogyha jönne esetleg valami spanyol vonal, akkor ez a bal oldala, ez amúgy totálisan készen lenne. Illetve, hogyha Manolas helyett jönne egy Premier League-es, akkor szintén egészen jól állnánk már. Úgyhogy reméljük, hogy esik valami nagy. Ez egy De Francesco. Gyenge. Messit nem pikkelhetünk sajnos, mert egy Zanetti, ami kiesik egyetlen egyel jobb pésszel. 88-as pészt fogunk választani, és a Zanetti igazából, ha ide jön, azzal azért nyerünk egy kis chemistry-t, de reméljük, hogy ez nem kell, hogy így maradjon. Menjünk tovább, Gnabry 90-es futókával. Főnök, egy Modricot vagy, az a baj, hogy hát itt bárhogy is nézzük, ez mindenféleképpen a Raheem Sterling, ami mondjuk nem is feltétlen probléma, legalább megkapja a 10-et, nem olyan rossz amúgy. Azt a CM-et ki kéne cserélni, kedves EA Sports, Mbappé, hát itt szerintem nem igazán kell gondolkozni, hogy kit veszek ki. Az öreg Kylian Mbappé, az gyerekek, megérkezik. 96 pésszel. A csatársor fut, kérem szépen. Martial, Zané, a Zané 95-tel megy, hát itt sem is nem a más választásom. Egy jobb CM-et, légy egy Modricot, Papi vagy valami. Hát ez egy Goretzka, pedig még a Muniain is jó lett volna. Úgy amúgy. Nem fogsz dobni spanyol ligát, mi ami jó nekem. Ez egy Elianussi, az se jó.
És itt meg már nem jönnek sajnos CM-ek. Ebből egy gulám lesz, de itt már a végén igazából teljesen mindegy. Bár mondjuk egy spanyol ligás kapust az még, hogyha kidobna a Lindelöf, nem az Ismaili. És a kapuba pedig a speedet nézvén egy Adán fog kerülni, ami mondjuk hát mennyire fontos nekünk az a hat chemistry, szerintem annyira nem. Konkrétan jók vagyunk, úgy gondolom, hogy ez hozható. Próbálj meg, skacok, egy óra múlva pedig megnézzük a promó csomagokat. Pelézané, igen, igen, hát azért itt is van gyors, ám mondjuk annyira nem. Tehát az a Fertongen a Maguire 50-es pace-szel, nem vagyok benne biztos, hogy ő ez a futó teljesítménye ez elég lesz ide draftba. Mbappé 1-0. Kérdője. Oké. Hát ha üres kapura a Sterlingnek nem megy, akkor ott eléggé komoly problémák lesznek ezzel a drafttal szerintem. Az hatalmas labda. Sterling. Nagyon nagy játék volt, 1-0. Jöjjön Mbappé. Ez meg volt játszva, uraim, 1-0. Szara százszor jobb majd hoz be. Nem tudom, Szabi, én a Szarának ugye ki kellett próbálnom ezt a loan kártyáját, mert ugye volt ez a Salah's Journey, vagy mi a neve ennek a Season Objective-nek, és nem tudom, hogy be tud-e fejezni, de nagyon-nagyon rosszul helyezkedik. A Salah kártya egyszerűen nem tud pozícionálni, nagyon-nagyon rossz az a kártya. Egy helyzete van per mérkőzés. Ez a Sterling, ez kiégett amúgy. Jó, hát azért Ramos az azért elég jó. A Ramosok egy 72 pésze van, de úgy megy, mint az állat. Ez egy meg egy akkora labda volt, hogy... Pelé, ezt nem kellett volna. Bappé! Esetleg... A lövés, ha kimenne, főnök. De jó is lett volna, hogyha kimegy az a löket. Megy az Mbappé. Hatalmas léptekkel. És elhibázom. Mondjuk az jó lehet. Nem lehet. Sterling összeesik. Ó, de higgadta Sergio Ramos. Kapitány úr. Az megint nem volt les. Mbappé következő. Hát ja, sajnos ez nagyon nagy csalás ez a kártya idén. Egyszer megindul, azt nem fogod meg soha. Nagyon nagy pénzt vág a pali. 2-0. Jó, hát most ez... Igen. Megy a Mbappé, így van. Megy az ívelés. Goretzka. Hát, tehát hogy van ez a rebound dolog, amit ugye mindenki szidi idén, amit ugye mondta az Zé, hogy elvileg ezt pecseni fogják. Hát ez ékes példája, gyerekek. Tehát, hogy ilyen szituációban hogy pattanhat vissza hozzá? Ezt is értem. De mindegy. Hát 3-0 egy eléggé gyors győzelem. Hétkor pedig veretjük akkor az UCLS témát, aztán meglátjuk, hogy mik jönnek, hát ha onnan jobban esik, mint az OTV-ből. Köszi a figyelmet, srácok, Sanson barátomnál Tala. Köszi a rengeteg támogatást, úgyhogy holnap folytatjuk. Puszi nektek, szevasztok!